Mai vendégem Csifári Gabriella főlevéltáros, Budapest főváros levéltárának munkatársa, de nem ebben a pozíciójában van itt, hanem könyvszerzőként, ráadásul a 18. könyvedről fogunk beszélgetni, de általában mielőtt a, akiktől más lett a világ című könyvre rátérnénk, a hallgatók, nézők kedvére egy kicsit menjünk bele abba, hogy te pontosan mit csinálsz, hogy születnek a könyveid, hiszen most már nagyon régóta, időről időre, hát két éven te tulajdonképpen átlagosan megjelenik egy könyved. Az első, ez a születtem sorozat volt, öt kötetben nem is tudom mennyi, de 500-nál is több önéletrajzot é. mutattál ebben be. Ezen írtál könyvet a nyílt levelekről, a végrendeletekről, a testamentumokról, híres emberek iskolai hátteréről, ez volt a magyarázom a bizonyítványom, emigrációba került magyarokról, illetve híres magyarok hobbiairól, és akkor még csak a felénél tartok a, a felsorolásnak. Egész életedben levéltáros voltál, ráadásul nagyjából ö, ugyanott van egy tudományos életműved is, ö, De az nem törvényszerű, hogy egy levéltáros az elkezdjen ismeretterjesztő könyveket is írni, sőt, ez inkább kivétel. Te miért döntöttél így? Hát ez így van. Ö, hát ez elárulok egy kis titkot, hogy én hat akartam lenni de hát 84-ben, amikor végeztem az egyetemen, akkor nem lehetett egy nő hat történész. Éppen ezért valahogy a levéltárosság felé vitt az út. De mit mondtak, hogy kisasszony erről ne is elmondjon? Vagy... Ö, hát az én 84-ben más volt a világ, nem akarom ezt részletezni. És azért emlékeztem egykori egy professzorom Szabadgyó, egy professzor Szavaira, aki azt mondta, hogy hát, Gabi, neked testhez álló igazán a levéltárosság. Én akkor meg is értődtem, hiszen én ilyen médiaembernek képzeltem magam, aki megnyilatkozik mindenhol és osztja az észt, de lényeg az, hogy 84-ben én a Magyarországos Levéltárba kötöttem ki a polgári kori osztályon, és és hát egy nagyon jó tanítvány, illetve tanáraim voltak, oktatóim voltak, és beleszerettem ebbe a szakmába. De te is úgy képzelted korábban a levéltárosokat, hogy sötét szobákban ülnek, fólián sokat lapozgatnak, és Én. közben kiderül, hogy valami teljesen más. Így van, így van, de ha hiszed, hanem ez egy csodálatos világ. Én az hát negyed életemet raktárakba töltöm. És nem tudom neked elmondani, hogy milyen heuréka élmény az, amikor végre hosszú hónapok kutatása után rátalálsz valakire. Mert ennek a kutatásnak az a lényege ugye, hogy valami olyan adatot keresel, valami olyan információt, amit eddig nem ismert senki. És valahol az én köteteim arról szólnak, hogy hát pontosítani, helyére tenni az adatokat, mert nagyon-nagyon sok legenda kering a híres emberek körül. 98-ban jelent meg az első kötetem, de már korábban társzerzőként több könyvben részt vettem, és tényleg azt lehet mondani, hogy az első kötet a magyar írók önéletrajza, egy kicsit had, hajoljon felém a kezem, nagyon a sikert ért el megdöbbentett. És én azok, akkor elgondolkodtam azon, hogy húha, azért ez egy nagy szerep, vállalni magamat, kiállni a függöny elé. Kaptam jó és rossz kritikákat, és akkor hadd idézem a férjemet, aki azt mondta, hogy aki a függöny elé áll, nem csak rózsát kap, tojást is. Gondold át ezt, hogy vállalod ezt a szerepet. És akkor átgondoltam egy éjszaka alatt, és azt mondtam, hogy vállalom. És amit említettél, a következő kötetek az a magyar színészek önéletrajzai, ami még nagyobb sikert ért el. Aztán a magyar képzőművészek, ami más szempontból érdekes, és akkor a politikusok és a tudósok önéletrajzai voltak és utána úgy jött, jött a többi. Tehát egyik gerjezteje a másikat, hiszen ezt te nagyon jól tudod, hogy hogy akkor, amikor egy könyvet írsz, akkor, és kutatásokat végzel, akkor eszedbe jut, hogy hát ezen az vonalon is, ezen az úton is el lehet menni, és mi lenne, hogyha a nyírlevelkkel foglalkoznál, mi lenne, hogyha mondjuk a halál témájával foglalkoznál. Nagyon megérintett az én magánéletemben többször is a halál és azt hiszem, hogy én így, egy terápia volt, így írtam ki magamból. A Magyar Végrendeletek Testamentum gyűjteménye, a búcsú szavak, amely magyar írók, költök, színészek utolsó szavai tartalmazta, nem csak a haláltól búcsúztak, hanem ugye a hétköznapi Ilyen élet. Ilyen életszakaszok. Így is. van. És nem csak az iskolától, a baráttól, a szerelemtől, a szeretőtől, hanem oly sok mindentől, a tájtól. És ezek ilyen fregoli kötetek voltak, ugye talán eltűnők hirtelen ugyanezt eljátszottam, megírtam magyar tudósok és politikusokkal kapcsolatban, és amikor megfordítottad a kötetet, akkor egy nagyon haláli játékra hívtam meg az olvasót. Ami arról szólt, emlékbeszédek, nekrológok, hogy olyanok mondják el egy kedves barát fölött az emlékbeszédet, akik fölött majd a következők mondják el. Na hát ez egy haláli játék volt, és utána pedig rengeteg mindennel foglalkoztam, régi magyar fürdővilág, akkor készítettem magyar sportolókról, az aranyére másik oldala egy interjúkötetet. Meg közben online kiállításokat is rendezte, ezek egyrészt még mindig elérhető, így szóval. Így van, így van. Párhuzamosan egyszerre több vasat tartottál a tűzbe. Azért? És miért? Miért? Azért, mert van két nagy kamasz fiam, és én úgy gondoltam, hogy a virtuális kiállításokkal, tehát az interneten keresztül tudjuk őket megszólaltatni, hiszen a vizuális világban nőttek föl. Ö, nagyon szeretnek olvasni, dicsérem őket, de valahol mégis a vizualitással tudom őket megfogni, és ezek a virtuális kiállítások, amelyek 56-tal foglalkoztak, Kis Győz szobrászművésszel, és hát kicsit haddicsekedjek, az első mozi történeti kiállítás, a Korvi mozi története volt, köszönöm 2006-ba készítettem, és utoljára pedig Kohol Károly fotoművész úrnak készítettem, csináltam egy kiállítás Budapest főváros levéltárab, és annak a honlapját is elkészítettem, és tulajdonképpen ott is egy kicsit iskolát jártam. Hogy minél tökéletesebb és jó legyen, de amire a legbüszkébb vagyok a virtuális kiállításokat tekintve, az a József Attila perei. Levéltárba található öt pert dolgoztam fel közel két éven keresztül. És itt hadd jegyezzük meg, hogy ezek a könyvek két-három évig íródnak. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy betűről betűre, számról számra kikutassam. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért egy levéltárosnál alapvetően jön is, de nálad aztán folyamatosan az, hogy egyszerre látom azt, hogy a források tisztelete meg ellenőrzése, meg, meg közben az is, hogy a, ezeket a feltárt tévedéseket sem elítélően mutatod be, hanem egyszerűen, mint, mint egy adatot, mint egy tényt. Így van. De hogyan dolgozol, hogy elkezded az adatokat ellenőrizni, Igen. lesz belőle egy kupac, vagy mész végig egy koncepció mentén, és, és a szembe találkozol egy adattal, akkor kipipálod, hogy az rendben van-e vagy sem? Nagyon érdekes, hogy csak egy picit a mostani könyvre, de aztán később gondolom <laughs> sűrűbben rátérünk. Az első kötetem az volt egy sokkal kisebb volumenű kötet, egy játék. Egy ember egy napját kísérjük. Végig milyen magyar találmányok és felfedezések segítik a napjukat. És ha hiszed, ha nem, bölcsészként, történészként egy olyan világba léptem be, ami berántott magával. Szinte egy ilyen szellemi örvénybe kerültem, és lett egy ilyen nagyformátumú könyv, ami hát a kézirat maga az, az 110 találmányt, illetve felfedezőt tartalmaz. Tehát először van egy koncepció, és úgy összeállítom magamban a népsort, és elkezdem kidolgozni. Ez olyan, mint egy hímzés. Tudod, van egy, van egy alap, azt a minta. hímezni még nem hímezni. <laughs> egy szellemi hímzés, azt lehet mondani, van egy alap, és amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok történészként, hogy az, az alapadatokat tisztázzam. Tudnék, az nagyon sokat segít nekünk, illetve sokat Mesél az illetőről. Milyen név alatt született? Mikor született? Hol született? Fontosnak tartom például kidolgozni és feltüntetni minden egyes kötetembe, hogy kik voltak a szülők. Mi volt az apja foglalkozása? És amit szintén nagyon fontosnak tartom, az iskolák. Tűnik az iskolák, hogy milyen iskolarendszerben tanult, mikor tanult, milyen iskolatípusban, nagyon sokat elárul az illetőről szegény családba, vagy gazdag családba született. Tehát ezek az alapadatok, ezek az adatok súgnak nekünk az illetőről. És akkor elmész születési anyakönyvi kivonati, keresztelő De mi van, ha találsz két ellentmondó dokumentumot? Ugye ez nagyon gyakran előfordul, hogy egyik helyen ezt, sőt, még maga az ember is néha ellentmondó adatokat közöl saját magáról. Akkor hogy döntesz, vagy mit csinálsz? Majdnem mindig azt mondom, hogy feltételezhető. Tudnék például az iskolai anyakönyvek, azok mindig elrontják valakinek a nevét, a születési adatait, akár a vallását, a családfenntartó nevét. Tehát itt mindig azt egy kérdőjelet teszek oda, hogy feltételezhető. Nagyon fontosnak tartom a pontosságot. Tudnék, Tényleg most mosolyogsz? Nem, mert kérdezni? csak ez, az jutott eszembe, hogy ezt néha, ezt a munkát, ezt a nyilvánosság előtt végzed, a Facebook posztjaidban van olyan, hogy magamnak tehát Igen. odaírsz valamit, hogy ezt ellenőrizni, és jó ebbe belelátni, hogy a, hogy a, a munkádnak a különböző stációi hol tartanak éppen. Hogyne, ne, hogy mert mindaz, ami a könyvben megjelenik, hát ez mekkora holdudvara van annak a megjelenő adatbázisnak, adatoknak, szinte adatbázisokat tartalmaznak ezek a könyvek, de izgalmasan. Hogy tegyem hozzá, tehát nem unalmasan. Tehát a mögötte lévő kikutatott anyag az tízszer annyi. Tehát ez a kötet, például ami most született meg, én eddig ugye ehhez 310 találmányt és felfedezést kutattam végig, és ebből válogattam. Tehát nagyon nagy rálátása van az embernek, hiszen akkor tud határozottan kijelenteni valamit, én úgy gondolom, hogyha nagyon nagy a háttértudása. De mit csinálsz akkor, hogyha van -e egy meggyökeresedett eh, rossz adat, születési dátumokkal szokott ilyen előfordulni? A Wikipédia, amit a legtöbb ember megnéz, rossz adatot közöl. Hát az rendben van, megírod egy könyvben, igen. de mégis ott van az a rossz adat, ilyenkor küzdesz, hogy ezt kicserélt, ilyek vagy csinálsz bármit. Ö... E hát a könyvbemutatókon természetesen rádió tévés megnyilvánulásaimban mindig kiemelem, hogy igen, ez a jó adat, de jó lenne, hogyha ez így átmenne a köztudatba, és ami kollektív emlékezetünket utólagosan is próbálom módosítani. De én egy ideig részt vettem a Wikipédia szerkesztői felületén a pontosításokban, aztán úgy feladtam, mert akkor a hadathalm azzal állok szembe, amit nem, nem, nem lehet ezzel megbirkózni. Én azt hiszem, hogy ami a könyvekben megjelenik, hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy sikeres könyvekről van szó, nagyon sok ember kezébe eljut. Először, amikor az új adatokat közöltem, akkor paradox módon azt lehet mondani, hogy úgy, úgy, úgy felkapták az emberek a fejüket, hogy de mi nem ezt tudjuk. Új adatokat közöltem esetleges források alapján, és azt hiszem, hogy hozzá kellett szokni a stílusomhoz az úgy kiderült a beszélgetésből azok számára is, akik nem, nem olvasták esetleg még a könyveidet, hogy egyfajta legenda vadászattal is foglalkozott, de azért az fontos, hogy ezt tisztelettel, az adott szerző, életrajz, híres ember iránti tisztelettel teszed. Mi volt a, a, a legnagyobb ilyen közkeletű legenda, amit te cáfoltál meg? Húha, hát például József Attilával kapcsolatban, ugye, vagy Petőfi Sándorral kapcsolatban a Selmec Evangélikus Gimnáziumban tartja magát, mind a mai napig a legenda, sajnos, hogy az ő magyarsága miatt kellett eltávozni az evangelikus gimnáziumból, nem. A, magyarázom a Bizonyítványom című kötetben, én végigveszem ezeknek a híres embereknek az iskoláit, és azt hiszem, hogy az egyik lista vezető Petőfi Sándor volt olyan gyengén tanult, hogy nagyon sok iskola előzte meg az evangelikus gimnáziumot, és bizony ott is gyengén tanult. Most nem csak a magyarság, persze ez is benne van a képbe, de valahol az ő nagyon harmatos teljesítménye volt az, amitől az édesapja besokalt. No, hát szerintem ezért kellett távozni a gimnáziumból. Például ez volt az egyik. Más érdekelte. Más érdekelte, abszolút. Kicsit rátérve, rákanyarodva a könyvedre, az Akiktől Más lett a Világra. Ugye ez látszólag 50 életutat tartalmaz, de hát mögötte mások, másik életutak is megnyílnak, családtagoké, pályatársaké, és hát elképesztő sok találmányról van szó egyszerre. Egyáltalán. Egy kicsit pontosítsuk, mik találmányok ezek, vagy szabadalmak, vagy, vagy újítások, Miről, mik ezek tulajdonképpen? Hát én azt hiszem, hogy akkor itt nagyon érdemes lenne definiálni a dolgokat. A találmányokat lehet szabadalmaztatni. Most azért itt előjáróba hadd mondjam el, hogy én nem csak úgy nekiugrottam ennek a könynek bölcsészként, hiszen nekem rengeteget kellett tanulnom, hogy mi az a találmány, mi az a szabadalom, szabadalmi elsőbségbejelentés, és a többi, és én szakemberekhez fordultam kísérleteket végeztem. Mérnökökhöz mentem el múzeumokba, és a Magyar Szabadalmi Hivatal egykori főosztályvezetője Gácsi János segített engem, hogy Gabi, jól használd azokat a terminus technikusokat, mert ha nem jól használod, akkor megint félrevizet itt az olvasókat. Tehát vannak felfedezések, és vannak találmányok. A felfedezés az, ami tulajdonképpen a körülöttünk lévő világ. Csak egy kísérlet során, egy hosszú-hosszú kísérlet során rájövünk, hogy ebben a világban mi minden van, valami újítás. A találmány pedig egy teljesen új dolog, ami eddig nem létezett. És én nagyon-nagyon szerettem volna pont a konkretizálás és a pontosítás miatt a szabadalmakat is bevonni a képbe, hogy működtek a szabadalmi hivatalok, mi az, hogy bejelentés. Hát a voltak egyáltalán. Igye? Igen, 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 hát nem régóta léteznek. De miért fontos ez? És itt egy esetet szeretnék megemlíteni a C-vitaminnal kapcsolatban. Ugye a számok revidencia, hogy Szent Györgyi Albert 1937-ben megkapta a Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért, de igen hosszú per állt mögötte. Ugye a Pittsburghi professzor, King professzor Charles Grant King volt az, aki, akivel ment a hadakozás. Nem tudom, hogy ismered ezt az esetet, feltárjam-e? Hát a könyvedből elolvastam, ugye az a, a. de hát majd elmondott, de az a lényeg, hogy ez nem egyedi eset, hogy egyszerre jutnak el tudósok, így, vagy így mérnökök ugyanoda, így vagy azért, mert valójában egy közös munka, és igen, abból száll az vagy egyszer olyan a. A, úgy mondjam, a, a korszellem, a Zeitgeist, hogy a világ két különböző pontján ugyanarra a, a, az eredményre lehet jutni. Na most ez még mindig csak a felfedezés, és nem a szabadalom, de hát erről szól ez a PER, amit, hogyha elmondaná. Erről szól a karat, ez a PER, illetve nem, nem, nem is szabadalomról szól, szabadalmi elsőbségről szól, hanem publikálási elsőbségről szól. Tudnék, ezek tényleg jogi fogalmak, és, a, és ez dönti el, hogy akik először publikálták azt a kutatási eredményt, azok viszik el a pálmát. Így is 1931. márciusában ö, jött rá ö, ugye egy összekötő személy, említsük meg a nevét, ez a Sweeberly nevezető személy, aki King professzor és Szent Györgyi Albert között egy kapocs volt, és akinek a segítségével Szent Györgyi Albert felfedezte a C-vitamint, ez a hexuronsabból volt maga. Na most Sweeberly volt az, aki tulajdonképpen a volt professzorát, tudnék ott volt asszisztens, és ott volt ö, Hát, Ott lett volna érdekelt a dologban, van, és, van, és van, nagyon így tisztességesen így van, van, így van, így van, így van, és értesítette a professzorát, hogy hát igen, a hexuronsav az maga a C-vitamin, erre rájöttek. Szent Györgyi Albert Szegedi kutató laboratóriumába, no, kapva kapott az alkalmat, alkalmon King professzor, és ez gyorsan publikálta is a Science-be és a New York Times-ba. Times Na lényeg az, hogy, hogy miért is Szent Györgyi Albert vitte a pálmát? Azért, mert két héttel korábban az orvosi heti labban és egy másik fórumon ő ezt bejelentette a kutatási eredményt. És így ő kapta meg a Nobel-díjat. De hát itt azért említhetném ugye a telefont, ugye? Tehát Alexander Graham Bell és, és Gray, Charles Gray volt az, aki ugyanazon a napon, 1876-ban két óra különbséggel egymástól függetlenül jelentették be ezt a szabadalmat az, az amerikai szabadalmi hivatalba. És hosszú-hosszú perek, illetve a mögöttük álló ö, telefontársaságok pereskedtek, hogy kié az elsőbség. Hát végül is belvitte el a pálmát. Sőt, ez a rádiónál Markóni Popov, meg, így meg van. csomó eset így van, van ami, így ahol van. valami, sőt, Darwin evolúciós elmélete. Hogyne, eh, hogyne. Egy darásfészek. De ez egyébként azért jó, mert ez ugye látszólag adatokról beszélünk, de valójában a, a találmányok mögötti emberekről kezdünk el beszélgetni, mert az, hogy, hogy ki lesz sikeres a találmányával, az már ilyen, hát nem is apróságokon, de hát ilyen a tudományon kívüli dolgokon De is jó, műlik, hogy műlik, nem? <laughs> erről van szó, szóval, hogy hogy az ember olvasva ezeket a történeteket, az derül ki, hogy ahhoz, hogy valaki elismer sikeres tudós legyen, ahhoz persze jó tudósnak is illik nagyon. lenni, de egy csomó minden másra szüksége van, és egy sor olyan életre találkozunk, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez még hogy ronthatta, egy milyen Igen. élhetetlen volt. Tehát, hogy nem lett belőle szabadalom, csak egy találmány, ami elpukkant a világba, és Így adta a van. gyümölcsöt. Ez de mennyire jó. tipikus. Nagyon-nagyon jó, hogy érintjük ezt a kérdést, mert, és nagyon örvendek neki, hát nagyon sok jó szabadalom, ez így lehullott a sütő. Be, egy sötét verembe, mert ö, egy szabadalom érvényesüléséhez, és most ne beszéljünk a szabadalom, egy találmány érvény. ami még nem jutott el mondjuk a szabadalomig. Igen, ö, függ a feltaláló személyétől. Mint a sokágú síp úgy kell megszólalni egy, talál, egy, egy feltalálónak. Tudni, nem csak okosnak kell lenni, hogy rájöjjön egy zseniális dologra, hanem azt el kell adnia ugye? Tehát forintosítani És ez kell, két nem? teljesen más képesség. Ké... Na most, ha ez valakiben nem ötvöződik, nem áll össze, nem lesz szimbiózis belőle, akkor hát bizony akkor úgy jár, mint Sennek István és Varba István, akinek az akkumulátorai, hát zseniálisak voltak ez a két ember, ez a következő kötetben hmm. fog szerepelni. Az ő akkumulátoraik segítségével világították ki a Bécsi Operát, a Magyar Operát, ugye a Pesti Egyetemet, a Tudomány Egyetemet, a Műegyetem bizonyos részeit. Na most ez a két ember nagyon rossz helyre, nagyon rossz emberre bízta a szabadalmat akik visszaéltek vele, és van egy nagyon-nagyon szomorú mondata Senek Farbakinak, hogy mire visszaperelték a szabadalom jogát, addig, amíg megöregedtünk és a kutya se érdekelte a találmányunkat. A kutyát sem érdekelte. De ebben a könyvben is írsz ilyet, tehát, hogy például Jedlik Ányos feltalált egy autót, nagyon egyszerűsítve. Igen. Eh, amiről senki se, tehát én sem hallottam erről, mindenki tud Jedlik Ányos különböző találmányairól, részben az is kiderül, hogy az sem úgy van. Eh, szóval, hogy ott is mondhatnánk azt, hogy Jedlik Ányos az autó feltalálja, de mégsem mondhatjuk, mert ő például nem is törődött azzal, hogy ebből, eh, ebből bár hogy még a szabadalom ötletesen merül fel. Igen, de az ő találmányai, az azt ne felejtsük el, hogy hát miért nem szabadalmaztatta, miért nem publikálta. Hát ő fizika tanár volt a Tudományegyetemen, ugye? És ott hát ezt egy ilyen demonstrációs eszközként mutatta be. Tehát mind a, a villanydelejes forgonyt, a, a, a dinamót, a, 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 a villamszedőjét, tehát mindent, amit és ez ilyen kis formátumú kis hát nem azt mondom, hogy játékok voltak, ezek nagyon komoly dolgok voltak. Ezek működő modellek. Egy működő modellek mondan. voltak valóban, és azt tényleg valóban kevesen tudják, hogy az első kis villamosautó az ő nevéhez fűződik, és az én lektorom Gazda István volt, a tudománytörténész volt az, aki Gabi ezt emelje ki a könyvbe, mert ezt nagyon kevesen ismerik, és valóban direkt azért is tettem a könyve Jeddik Ányosnak azt a kicsit kesergő levelét, amiben azt írja, hogy hát van egy másik tudós, aki hát tulajdonképpen a dinamót ugyanúgy írja le, mint ahogy én, és hogyha én előbb jelentettem volna, meg mondjuk publikáltam volna, akkor felmerült volna bennem az, hogy fú, hát akkor ezt lenyúlták ezt a témát, és de kár, hogy nem publikáltam. Tehát azért benne is benne volt egy ilyen. De például Ötvös Lórántnak az Ötvös és se szabadalmaztatta, azt mondta, hogy ez legyen mindenkié. Én ezt nem akarom kisajátítani. Ettől volt rendkívüli ember. És közben találunk a könyvedben is ellenpéldát, mondjuk Richter Gedeon személyében aki egyszerre volt gyógyszerfejlesztő, tulajdonképpen feltaláló, zseniális üzletember, menedzser, rendszerépítő, tehát hogy ott egy, az egy pozitív példa arra nézve, hogy hát még, még a magyar körülmények között is meg lehet csinálni, hát nem számítva azt, hogy a mint oly sok tudós életében a könyvedből a történelem, aztán ezt a karriert is ketté. Ketté, ketté, ketté Nagyon sívámasan, és... igen és ugye Richter Gedeon a holokauszt áldozata lett, de hát addig a legsikeresebb magyar vállalatot fölépítette, tulajdonképpen találmányokra alapozva. Így van. így van, így van, így van. Én három éve élek ezekkel a tudósokkal. És egy kicsit majd kitérek arra, hogy mit jelent tudósnak lenni és mérnöknek lenni, mert itt mérnökök és tudósok szerepelnek ebbe a kötetbe, és ez két különböző dolog. Három év éve élek ezekkel a tudósokkal, de két nagyon profi üzletemberre találkoztam, Richter Gedeonnal és Goldberger Leóval, aki majd a következő kötetbe szerepel. Ők nem csak zseniális emberek voltak, hanem a Magyarországos Levéltárba találtam az ő anyagukat, fantasztikus nagyanyag, és hogyha belenézek akár a Goldberger gyár, akár a Richter gyár irataiba, akkor azt lehet mondani, hogy olyan fantasztikus, profi módon építették ki a birodalmukat, azt a kereskedelmi láncolatot, ahol értékesíteni értékes tudták a termékeiket, hogy le a kalappal. Tehát nekünk, nekem ő a, ők a, Ugye most a Covid-járvány alatt az ember gyakran találkozott a Janssen névvel, az egyik legnagyobb vakcina gyártó. A Janssen eredetileg egy richter leányvállalat volt Belgiumban, abból nőtt ki. Szóval hogy azért még ma is ott ott van a világban, csak hát mondjuk mi már annak a, a hoza, hozományát nem szedjük. Hogyha egy á, ugye magyar feltalálókról, tudósokról írsz, nagyon különböző életrajzok, különböző korokban, de mégis, hogyha, ha az, le, az a kérdés, hogy mi a közös ezekben a magyar feltalálókban, akár a karrierjükben, akár a magánéletükben, akkor mit emelnék ki? Kitartás. Kitartás csupa nagybetűvel, ezért főhajtást, tehát nem csak főhajtás akar lenni ez a kötet előttük, hanem kitartás, tehát hogy nem adták fel, hogy nagyon sokszor nehézségekkel, akadályokkal találkoztak, és nem adták fel. Ugyan... Valamint a több akadályjal Igen. is találkoznának a viharos magyar így mint így egy van. svájci vagy kanadai pályát. Így van, így van. Talán Szent Györgyi Albert mondta, hogy akkor, amikor feltalálok valamit, akkor, amikor új kutatási eredményére jutok, mi az értékmérő, hogy a világ elégedetlenül fogadja, hogy kétkedve fogadja. Na, akkor biztos, hogy jó úton járok. Mennyire hittek ők önmagukban? Hú, belenézve így a, a naplójukba, a levelezésükbe, a gondolataikba, ö, én azt hiszem, hogy ha a kitartáshoz hinni kell, önbizalomban kell lenni. Igen, tehát ők azért példaképek nekünk, mert hittek magukba. Te is leírod röviden Semmelweis sorsát. Mennyire törvényszerű az ő sorsa? Már az a része, hogy, hogy a sem a széles közönség, sem a tudományos közösség nem hisz egy tudományos úttörőnek. Borzasztó lehet ilyen magányosnak lenni, én úgy gondolom, de talán az ő sorsa az, aki legjobban, mi legjobban példázza azt, hogy igen, azért hit magában egész életén keresztül. De talán nem csak a betegsége, hanem ez az elmagányosodása, ez az iszonyatos elkeseredése volt az, ami, ami oda jutott, ahova jutott a végén. hát ja, ezt fordította mindenkivel, miközben Igen. ő hitt a saját igazában, egyre Igen. kevesebben hittek Igen. neki. Igen. És hát az már csak a, hogy mondjam, a nekünk, a késői utódoknak egy elégtétel, hogy tessék utána a pásztor igazolja, hogy vannak ö, ö, kiskórokozók, meg minden, amit mondott, az, az Igen. igaz de hát ez az ő életében ez nem adatott meg, és ez, ha nem is ilyen élesen, hogy aztán egy intézetben nagyon verik, de, de hát kicsiben nagyon sokakkal előfordul ez a, ez a sors. Igen. Igen. Bocsánat, itt közben szólhatok, megint egy legenda oszlatás, nem verték agyon. Azért, hogyha az Antal József ö, ö, cikkeibe belalapoz az ember, meg, meg, meg egy hosszasan elbeszélgettem gazda Istvánnal is, aki ezzel a korszakkal foglalkozott, maga a szemelve az Ignáccal, meg orvos történészekkel beszélgettem, tehát őt nem verték vagyon, és felteltön a szifilis végzett vele, tehát amit kifiatalabb korában egy boncolás során ö, véletlenül megvághatta magát, vérmérgezés, stb. Tehát ez idáig fajult, a haláláig fajult ez a dolog, és hát akkor, amikor már mindössze hiszem, két hetet volt elmegy intézetbe, nem abban, ahol szécsényi, <laughs> tehát akkor már az állapot olyan volt, hogy dükítérsei voltak. Azok a nyomok, amik rajta a testén meglátszottak a boncolás során, az az ő dükitörésének köszönhető. Hát igen, nyilván, van menekülni akart onnan, amennyire még tiszta volt a tudata, azért... Hát, még az... tiszta volt a tudata. Hát, de nem tiszta tudattal is az ember onnan menekülni így, akarna. Így van, így van. Minden esetre, hát az biztos, hogy nagyon tragikus és méltatlan sors, de ilyen értelemben, ha nem is ennyire eh, tragikus és ennyire manifest, de azért nagyon sokakkal hasonló eh, így van, történik. Így van. Ugye ez... Mennyiben speciálisan magyar dolog, és mennyiben speciálisan a feltalálókról és tudósokról szól? Jó kérdés. Az az igazság, hogy az, hogy ilyen sokan elhagyták ezt az országot, és bocsánat a mostani, most következő mondatokért, az nem csak politikai okok voltak, hanem az értetlenség, a, az eltaszítottság, azt lehet mondani, nem csak azért, mert külföld sokkal több lehetőséget kínált ezeknek a tudósoknak, hanem azt, hogy annyira előre futottak a korukban. Olyan zseniális dolgokra jöttek rá a kutatásaik során, hogy ezt a társadalom nem fogadta be. És talán nyitottabbak voltak Európában erre. Igen, hát azt néztem, hogy 50-ből. 20 körül, 19 ezzel, akkor beletrafáltam, emigránsként fejezte, tehát Igen. külföldön halt meg, Igen. és akkor még azokról nem is beszélek, akik sokat voltak külföldön, de valahogy visszatértek. E, írtál egyébként emigránsokról is, Igen. E, e, is könyvet. Hát, Onnan jött az ötlet? <laughs> ugye most éppen a könyv megjelenése után, vagy már nyomdába kerülése után mindenképpen gazdagodtunk két Nobel-díjassal. E, ami részben mind a ketten külföldön teljesítették ki a tudományos pályájukat, de nem kellett úgy emigrálniuk, hogy magukra zárni az ajtót és soha többé minden kapcsolatot megszakítani. Tehát nem. Uh -huh. Változott valami, látsz egy trendet akár a történelemben ezeknek az embereknek a sorsában, hogy vagy valami esélyt felvillanni? Nekem most Karikó Katalin szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy ha a szegedi kutató laboratóriumban marad, akkor egy megkeseredett középszerű kutatóvá válik. Ez annyira itt cseng a fülemben, és annyira elkeserítő, hogy annyira nem változtak a dolgok. Viszont ez egy sokkal összetettebb kérdés. Mint említettem volt az előbb, nem csak politikai okok miatt hagyták itt a, ezt az országot, ezek a hatalmas koponyák, hanem azért is, mert nem volt egy olyan iskolarendszer, amely kiszolgálta volna őket, az ő elvárásaikat. És tulajdonképpen én a, az iskolák felsorolásával minden feltalálónál súgok. Tudnék azt, hogy a javuk, a java részük az külföldi iskolába tanult, középiskola után, külföldi, felsőoktatási intézményben tanult, az már meghatározta az ő útvonalukat és pályájukat. Tehát kint olyan egyetemek és kutató laboratóriumok, tehát egyetemeken belül működő kutató laboratóriumok és tudós csoportok várták őket, amin tovább tudtak menni. Tehát és hát szponzoráltak az ő kutatásaikat. És hát a középiskolájukat is leírod, és hát ez az összecseng azzal, hogy én az elmúlt egy hónapban ahány megszólalását hallottam, akár Karikó Katalinnak, akár Krausz Ferencnek, az hát. mindig azzal kezdődött vagy fejeződött be éppen, hogy hát. euh, milyen fontos a középiskola, és Így az, amit ott... És azok a tanárok, akik tanítottak, okítottak. Azért ne felejtsük el, hogy itt a idézőjében más lakónak mondott tudósaink, a fasori evangélikus gimnáziumban tanultak. Ez egy gondolkodásmód, egy stílus, egy attitűdöt adott. De ö, mindig a fasori gimnáziumot említjük, hát azért a felekezeti gimnáziumok java része is nagyon magas színvonalú volt. És nagyon sok gimnáziumban később egyetemen tanító oktatók voltak azok, akik ezeket a nebulokat tanították a nagyvilágra, és tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy de kár, hogy most már a középiskolai rendszer, ez nem így működik, nem ilyen minőségben működik. Nem akarom a tanárokat bántani, de, de hát azért egy Naima János, egy Szilárd le egy nő egy Tellere, de hát azért nem akármilyen középiskolába tanult. És hát, hogy mondjam, a jövő nobel azok most ülnek az iskolapadban, és nem mindegy, hogy milyen iskolapadban ülnek, de ez már nem a könyvednek a kérdése, vagy csak áttételesen. Említetted, hogy dolgozol a következő részen, az miben lesz más, vagy mi ehhez képest mit kell róla tudni? De, mint említettem volt az elején, hogy ez egy hatalmas kézirat volt. Ez több mint egy millió kétszázezer karakterű, 110 feltalálónak, illetve hát tudósnak a Találmányát mutatom be. Nagyon fontosnak tartom a textileseket, ugye? Valero Antal, Goldberg-Eleo, Miklós Báró, hiszen tudjuk-e például, hogy a 18. század végén az itt olyan fonoda szövőde működött Vaj, Miklós Báró és Batyányi Károly gróf segítségével, ami egyedülálló volt. Ő egy hadmérnök volt, és, és Manchesterből hozott egy olyan kis modellt, egy kis szövőszéket, amit itt valósítottak meg. De hát lesznek azok, lesznek, akik a kenyerünket biztosították, ugyanígy folytatom ezt, a sort. Például a Bánki búza, ami a világon egyedülálló, a legjobb búza volt. És ezt egy kanadai búzafajtából. valami um, száma is van, 1201-es Bánki búza, úgyhogy Kanadából honosították meg, és olyan jó, tehát olyan jó sikerült ez a búzafajta, hogy maguk a kanadaiak nem tudták, hogy ez ő búzájukból van. De ugyanúgy, és egy kicsit a gasztronómia, ugye a te könyvet felé hadd hajoljak, édességek. Tehát a tortákkal foglalkozom, bár nagyon le akart beszélni a gazda István lektorom, hogy hát ezek... Ő ezt már nem tekinti tudománynak gondolom. Ez, ez, hogy. ez nagyon komoly könyvek, és ezek tudományos könyvek, hát hogy jön ide a torta, de mondom, a gasztronómia egy bizonyos szinten, magas szinten. Igenis versenyez ezekkel a dolgokkal, tehát utána kutattam ezeknek is. De hát a televízió, rádió, bakelit lemez, a tükörreflexes fényképezőgép, tehát annyi minden lesz a következő kötetbe is. És hát a fegyverek, ugye a Frommer pisztoly, a lőelemző. Tehát etik vagyok. Látszik, hogy fejben már, már tovább már írod a következőt igen, igen, is. Igen. E ha valaki, és innen biztatom a hallgatókat, hogyha valaki ránéz a Facebook oldaladra, ott nem csak az aktuális kutatásaidról, könyveidről talál információt, hanem hát mindenféléről, amit látsz a világban. Egy dologra szeretnék még a végén rákérdezni: fotózol is. Tehát rengeteg fotót közölsz a Facebook oldaladon, a, a honlapodon, máshol azért ez a, hogy mondjam, a valóság ábrázolásának, meg az önkifejezésnek egy nagyon más módja, mint amikor levéltáros tudósként életrajzokról, találmányokról írsz. Tehát, hogy van egy ilyen szigorú levéltáros éned, meg van egy, egy művész éned? Van. E, nagyon jó megfér egymással. E, na, hogy is mondjam, a vizuális világ mindig is vonzott. Hozzá kell tennem, hogy a Budapest főváros levéltárában a egy, egy millió darabos fotótervezetője vagyok, tehát ott az 56-os fotóktól a gyilkossági helyszínelési felvételeken keresztül a Fortepán fotókig, Klösz György fotói, tehát nekem minden nap megfordult a kezem alatt, vagy a kezembe ezek a fotók. Fantasztikusan szép világot nyitottak meg, tehát ez egy vizuális történelem, egy vizuális múlt. És és én valahogy beleszerettem ebbe a Ebbe a világba, és lásd, hogy is mondjam, a kiállításaim is, tehát az a interneten megjelen kiállításaim is egy vizualitást foglalnak magukba, tehát szólok a világ felé. Én azt mondom, hogy ez a művészi világ, meg a képzőművészet iránti affinitásom is egy kicsit az én bennem rejlő művészi ént kicsit úgy meglebegteti nem csak magamnak, hanem a Facebooknak is, mert a Facebookot lehet jól is használni. Azt hiszem, hogy kedvet csináltunk a könyveid, meg, meg az aktuális könyved iránt is, és mindenkit arra biztatok, hogy vegye meg, és fantasztikus életrajzokkal és fantasztikus tanulságokkal találkozhat. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.